Hol ult, hol nem ult, elcsúton innen és 60 pusztán túl, él egy hatalommániás Billy király. Legalábbis ő királynak hiszi magát. Háta mögött a tolvajok királyának nevezik, szembe szállni nem akar vele senki, mert gonosz és bosszúálló. Aki nem vele van, az ellene, az ellenséget pedig tönkreteszi, lenullázza. Egyetlen ember mert vele szembe szállni, akit úgy hívnak, hogy Lúdas Matyi. Matyi csóró közmunkásként engedte életét Orbániában, aztán nagyon belágott a felcsúti Dun koleszterébe, az előző részben kétszer is elverte, majd távozott a hanyatló nyugatra és családot alapított. Lúdas Matyi nem akart adós maradni, ezért elhatározta, hogy letudja a harmadik verést is. Az előbb keresett a koszaszemi elvtárs, és megkerjedt, hogy nem jól állnak a pénzügyi izék. Izék mi? Minden apróság jelentjem zakratnak. Nem elég, hogy senki nem kér belőlem az EU-ban. Nem kell learatni a fejem. Az egészségügy folytatja az összeomlást, a kórházak adósága hizegyen, hogy kidobott pénz lenne. Aki beteg, az nem termel hasznot. Minek arra költeni? Gyógyuljon meg magától, vagy pusztuljon el. A szülés pedig nem betegség, hanem természetes folyamat. Régen is szültek a nők, melyik pedig a krumpliföldön kapálás közben, aztán végig dolgozták a napot, majd pedig megfőzték a vacsorát dalóba, ködben még szoptatni is volt idejük. A mostani nők el vannak kényeztetve. Le a kalappal a szociális érzékenységed előtt. Úgy örülök én, mennyivel egyszerűbb volt az élet. Viszont a te állapotod egy raggasztóbb. A pejéregereimmel el vagyok örülök én. Már majdnem mind szelid és szabatiszta. Már csak a pityú vizel ki a fülemen, és csak a bérűs tojt az egyik gondolatomra. De kihagyom a reggeli pálinkát, akkor nincs semmi gond. Örülök a jó hírnek. Annyi pénz sikerült félretennem a nép és az EU jóvoltába, hogy nem fogom tudni elkölteni soha. Véletlenül sikerülne elfoglalnom Brüsszelt, majd az egész világot, nem fogom tudni kielvezni a sikerem. Kellene keresni egy csodadoktort, aki ismeri az örök élettitkát. Milyen igazad van öle? Örök ki akarok élni, és uralkodni. Mit tudnék elélni, a mars lakók is beódolnának nekem? Biztos jó este nekik. Nagy, egyesítő, zajos, pökörállások közepette. Hirdetném ki, hogy én aztán most jól egyesíteni fogom a marsra jobb oldalt. Így azt, hogy nem tudok különbséget tenni a jobb oldali politika és a között, amit én művelek, az olasz maffiánál is nagyságrendekkel aljasabb módszereket alkalmazza, de hát én egy erős, bátor utcaharcos vagyok. Másnapra ki is kerültek a kék plakátok. Dun koleszterin felajánlotta felelapott vagyonát és legszebb lánya kezét annak a doktornak, aki elhozza neki az örök élet titkát. Jöttek is sorra csodadoktorok, mindenféle csodaszert kezelés kipróbáltak Dun koleszterinen. Hetekig ment tarsa a főzetektől. Az egész világ Dun koleszterinen röhögött. Lúdas Matyi is értesült az eseményekről, ezért elhatározta, hogy Orbániába utazik csodadoktorként, és végre letudhatja tartozását. A családja nagyon féltette, de Matyi hajthatatlan volt. Ennyi sarlatánt, 2 hete a fülemen is a port folyik, a pejéregereimnek is hasmenésük van. Ennyi időt még nem töltöttem a budin. Szerezz egy normális csodadokit, mert nem húzom itt soká. Annyi erőm sincs, hogy a koronám levegyem este lefekvés előtt. Ausztriából érkezik egy híres neves doktor, de ő nem tart igényt a legszebb lányod kezére, csak a felelopott vagyonodra. Addig értesítem Kastrebbakit, hogy csináljon valamit. Ő legalább nem akar kígyót békát edetni veled. Lölö, ne húzd az időt, mert földobom a pacskert. Mikor érkezik az osztrák csodadoktor? Állítólag holnapra ideér. Szerinted ez a kozos körmű ápolatlan Kassler mit tud kezdeni az állapotommal? Még a végén fertőzést kapok, nesze nekem örök élet. Minek a fejedre az a Billy? Az energia nem tud szabadon áramlani a felszerkezeteden keresztül. Leárnyékolja a pozitív kisugárzásaid is. Ez a koronám, és kimélj meg a marhaságaitól. Hallom, halhatatlanságra vált. Igen, arra, de el a sok korúzsló hazavágta a gyomrom. Nem lesz az a kicsit sok belőled? Meg tudsz gyógyítani? Tudtad, hogy a 10 parancsolata legtökéletesebb népegészségügyi gyűjtemény. Tudnivik a halálos betegségek jó 70-80%-át a 10 parancsolat megtartásával el lehetne kerülni. Na ja,
És ha lesz hokok a lopásra, fogok élni? A történelem könyvekben igen, elrettentő példaként. Az egészségügyben egy újfajta lákos daganatként. Sértegetni jöttél, majd csinálsz valamit. Holnap indulnom kell, elfoglalni le Brüsszelt. Nem mehetek oda az örgő pelusban. Milyen gúny nevekkel illetnének, én lennék a világ hülyéje. Mondok érted egy imát, aztán gyorsan adom is a számlát. Imát? Azzal aztán ki vagyok segítve. Lölö, dobjátok ki azonnal ezt a hálátlan kóklert. Dovka Lesterin végig szenvedte az éjszakát, Billyvel a fején a budin aludt. Már teljesen be is bútorozott, ott nézte a foci meccseget, és onnan irányította a maffia mirodalmát két hasbörcs között. Úgy lopták az uniós forrásokat, hogy parig érkezett belőle az országba. A közpénz meg a sajátjára tekintette mindig is. Mindeközben Paul Gizi őrzi a gazdáját, és persze saját magát. Másnap reggelre Dovka Lesterin olyan fehér volt, mint egy jól lakott vízi hulla. Fingani sem maradt eleje. Aztán bejelentkezett Ludas Magyi csoda doktorként. Szép jó reggelt, félkegyelmes uram. Látom, úgy ki van már szárad, mint egy tevelakás. Nagyobb fiatalnak tűnsz, miféle csoda doktor lehet ennyi idősen? Mit gondol, mennyi idős vagyok? 21 néhány. A látszat csal, félkegyelmes uram. 182 éves vagyok. Saját magamon kísérleteztem ki az örök élet szérumát. És nem holtál be a kezdeti kísérletekbe? A kezdeti kísérleteket természetesen állatokon kezdtem el. Ilyen patkányokon, mint félkegyelmes uram. Micsoda? Csak vicceltem. Ne tökölj, dogikám, kezd bele a gyógyításomba, mert ide valok. Lölö, gyere ide, és írd le gyorsan, amit sorol a doktor. Valójában nem gyógyszerekre ez szükség, hanem gyógynövényekre. Gondolom, be tudják gyűjteni mi hamarabb. Lölö, azonnal mozgósíts minden embert a várban, és irány a rét, legelni. A testőrök és én itt maradok vigyázni rád. Hall az igazság, hogy én a kaktuszt is csak akkor ismerem meg, ha már rajta ülök. Mindenki kipeli a szobából. El kell készítenem gyorsan egy főzetet, és ez szigorúan titkos. Lölö, mindenki húzzon ki a szobából. Nem hallottad, mit mondott a doktor? A titkom megőrzése érdekében bekötöm félkegyelmes uram a szemét. Rendben. Biztos, hogy rám is hatással lesz a csoda főzet. A kor történetemben szerepel némi elmezavar. Nem lesz gond, nyugodjon meg. Örökké fogok élni? Nem leszek hálátlan. Ludas Matyi bekötötte Dovka Lesterin szemét, majd leködözte a kezeit. Előszedte a nadrág szárba lejtett viperát, és nagyon elvert a népnyúzó bátor utca arcost. Jól átvertél, Ludas Matyi. Lehet, hogy most megérdemeltem a verést. De ne feledd, hogy bosszum örökké üldözni fog. Te meg azt ne feledd, hogy jöhet még sok Ludas Matyi, és az egyik végleg leveri a fejedről a bilit. Visznek majd a kényszergyógyra, vagy a sitten fogsz megrohadni a tettes társaiddal. Transzparens a kézben, hogy nekünk nem ezt ígérted, de hol fogja őt érdekelni az annal megtett ígéret? A lényeg, hogy tele a zseb, és neki nincsen gondja. Ha ti ilyen fogtok veszni, ő majd a vállát vonja.